Éppen Kátyát, a fehér pamacsos selyemmajmot vizsgálják a Nyíregyházi Állatpark szakemberei. Ő az első mentett állat, aki Ukrajnából Sóstóra érkezett. A nőstény kismajom nem állatkertben élt, egy Kijevből menekülő család hagyta a záhonyi határon március elején. Azt szerették volna, ha házi kedvencüket a Nyíregyházi Állatpark fogadná be. A kapcsolatfelvételt követően ez meg is történt. A kis selyemmajom most jelenleg karanténban van, ő nagyon jó fizikai és mentális állapotban, hiszen az állatorvosaink azonnal megvizsgálták, és egyedi azonosítóval is ellátták. Azt észrevettük, hogy a hölgygondozókat jobban kedveli, a férfiaktól egy kicsit fél, úgyhogy a gondozóink, a majom gondozóink osztották be magukat, de nagyon jól esztik a kis állat, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elfogadta az új lakhelyét. A Nyíregyházi Állatpark minden tőle telhetőt megtesz a háborúban rekedt állatkertek megsegítésére. Többek között az ukrajnai vinyicai testvérállatkerttel is folyamatosan egyeztetnek. Ők már jelezték a számunkra, hogy szeretnének szállítóboxokat többféle méretben, különféle tápokat, állateledeleket madaraknak, illetve emlősöknek, befogóhálókat, hogyha arra kerül sor, akkor tudjanak azonnal lépni, illetve hamarosan majd örvösmedvék is érkeznek tőlük hozzánk. Sóstón a mentett állatok esetleges befogadására felkészültek. Emellett pénzadományok gyűjtéséhez is csatlakozott az állatpark. A honlapon és a közösségi felületeken is megosztották annak a nemzetközi akciónak a részleteit, melyet az EASA, vagyis az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége indított. A pénzalap támogatásához a Magyar Állatkertek Szövetsége is csatlakozott.